Az esztendő vége felé közeledve immáron 13. alkalommal idén is megrendezte hagyományos bemutatkozó kiállítását a Kisfaludi Művészkör, amely a Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium tehetséges fiataljainak mini koncertjével vette kezdetét. A képzőművészet barátait 10 alkotó művei, akvarellek, olajfestmények, grafikák, fafaragások és festett bútorok várták a Kisfaludi Közösségi Házban. A tárlatot Horváth Miklós Csaba önkormányzati képviselő ajánlotta a közönség figyelmébe. Azt csodálom bennük, hogy ők szintiszta amatőrök, és az, hogy olyan kitartás van bennük, és olyan fejlődési vágy, hogy valóban évente van, amikor kétszer is kiállítanak, és hát büszkék rá, hogy milyen eredményeket értek rá, és valóban én is nagyon büszke vagyok arra, hogy itt ilyen művészklub működik. Igaz Krisztina, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szakmai vezetője köszöntőjében örömének adott hangot, hogy a kisfaludiak közössége számára bizonyosan megerősítést jelent, hogy a kezdeti szánypróbálgatások után alkotásaikkal immár igazi művészeti élményt nyújthatnak. Ezt a csapatot már a megalakulása óta ismerem, most már több mint 10 éve, hiszen amikor még Szünderné Havasi Erzsébet alapításával itt létrejött a Kisfaludi Művészkör, akkor én is a támogatója voltam hátulról még az Öreghegyi Közösségi Házból. Mindig örömmel jövök ide, és mindig örömmel látom azt, hogy évről évre újabb alkotások és gyönyörű alkotások születnek a Kisfaludi Művészkörben, amit már lassan nem is lehet amatőrnek nevezni, hiszen a kiállításon látható képek és alkotások igazán kiemelkedő minőséget képviselnek. Hackenfeller Ferenc, az alkotók vezetője büszke arra, hogy 2008-as megalakulásuk óta változatlan hittel dolgoznak. A művészkör folyamatos megújulásának záloga, hogy tagjai eleget tesznek a kor kihívásainak, és önmaguk képzésével, egymás segítésével évről évre tetten érhető, egyre magasabb színvonalon alkotnak. Elhozzuk a képeket, megmutatjuk egymásnak, és őszintén megmondjuk a véleményünket róla, mit csináltam volna másképp, te mit csináltál volna másképp, és igyekszünk megfogadni egymás jó tanácsait, amennyiben sikerül, mert persze az embernek van egy egyénisége, egy egója, egy kialakult világszemlélete, és az a jó, hogy nem egymást másoljuk, hanem mindenkinek megvan a maga kialakult, most már a maga stílusa, felismerhető, hogy kifestette a képet. A művészkör különböző generációinak gyűjteményes tárlatán ismét bebizonyosodott, a tehetség mindenkor utat tör magának. Stílusirányzatoktól függetlenül kiváló munkákban gyönyörködhetett a szép számú látogató. A kiállítást december 4-ig tekinthetik meg az érdeklődők.